Sziasztok, Vince Gabriela vagyok, és Győrben élek. Miért gondolod hasznosnak a gyerekfelügyelet vagy a gyereknevelési feladatok megosztásának ezen fajtáját, amit a felviselő tud kínálni? Azt gondolom, hogy manapság annyira megváltozott a családok összetétel olyan szempontból, hogy a gyerekek legtöbbször távol kerültek a szülőktől, én is. Én Budapesten születtem, édesanyám már nem él, édesapám lakik Budapesten. Itt anyósomék vannak, akik még elég aktívak, és igazából nincsen olyan ember körülöttünk, aki vigyázhatna a gyerekekre, illetőleg hát a barátok tudnak maximálisan segíteni, vagy a babysitter, de a babysitterért ugye fizetnie kell az embernek, barátok tekintetében meg hát van, aki vállalja azt, hogy vigyázzon, vagy egy picit a gyerekeinkkel legyen, és nagyon-nagyon sokan nem. Úgyhogy azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon hasznos kezdeményezés ilyen szempontból, és lehetőséget ad arra, hogy egy plusz hát szóismétlésen lehetőség legyen a kezünkben a gyerekek felügyeletére, vagy tehát hogy arra, hogy valaki segítsen nekünk a gyerekek körül. És mit gondolsz, hogy milyen tevékenységekben tudnátok a legjobban használni ezt a platformot, vagy milyen szünidei elfoglaltságok megszervezése, vagy csak gyerekfelügyelet, vagy közösségi programként lenne ez előnyös számotokra? Azt gondolom, hogy ezt a platformot mindenki arra tudja használni, amire szeretné. Tehát akinek ez arra jó, hogy tényleg legyen egy úgymond babysitterre, vagy legyen valamiféle segítsége, arra is alkalmas. Lehet ezt akár a nyári szünidőben. Nagyon sok szülő ugye dolgozik nyaranta, ott is biztos, hogy jól jön a segítség. Vagy akár arra is lehet használni, hogy az óvodából elhozzuk egymás gyerekeit, hogy olyan szülők találkozzanak, akiknek a gyerekeik egy óvodába, egy iskolába járnak, vagy lehet egyszerűen tényleg arra is, hogy programokra csatlakozzanak hozzánk más családok, szülők. Tehát, hogy a 21. században szerintem nem olyan könnyű olyan családokat találni magunk körül, akikkel hasonló az érdeklődési kör, szívesen találunk időt, és ez szintén arra egy plusz lehetőség, hogy azonos érdeklődési körű emberek összejöhessenek, sőt, hát családok, mert azért itt nagyon fontos az is, hogy a gyerekek is tulajdonképpen szeressék egymást, és egy hullámhosszon legyenek, az anyukák is, az apukák is, és akkor így lehetőség van arra, hogy családilag is találjunk magunknak egy kisebb közösséget. Szuper. És hogyha elkészül az alkalmazás, akkor szívesen használnád rendszeresen ezt a felületet? Hogyha ez az alkalmazás jó, kezelhető, akkor én nagyon-nagyon szívesen használnám ezt az alkalmazást, igen. És ajánlanád barátaidnak, ismerőseidnek is, hogy próbálják ki? Mindenképpen ajánlanám ezt az alkalmazást abban az esetben, hogyha a barátaim is látnak benne fantáziát, de hát nyilvánvalóan ezt ki kell próbálni, aztán az ember látja, hogy neki ez úgymond bejön-e vagy sem. Szuper, köszi szépen! Ennyi? Jó, köszönöm szépen!